Gyermekek és sátrak sokassága jelzi, hogy egy hétre a Vadvirág néptánc és népzenetábor résztvevői népesítik be az adai lóversenypályát. Az oktatás korcsoportos felosztásban szigorú napi rend szerint zajlik. A hanyadik alkalommal veszel részt a táborba? Milyen táncokat tanultatok meg? Csíki táncokat tanultunk, és hatodik éve veszek részt a táborba. Milyen a hangulat, mit csináltok a kisbarátokkal, amikor nincs táncoktatás? Hát akkor inkább játszunk, kártyázunk, vagy beszélgetünk, és jó a hangulat. Míg a legkisebbek az uzsonnájukat majszolják a hűvösben, addig a nagyokat a hőség sem tántorítja el a gyakorlástól. Sterbik Dániel idén negyedik alkalommal vesz részt a tábor rendezvényein, néptáncos tudásának bővítése vezérelte ide. Az első tánc, amit tanultunk itt a táborban, az egy nyárad magyarúsi volt, utána tanultunk egy magyar palackait, és utána egy Vajdaszent Iványit, majd most egy bukovinait tanulunk. Én hatodikos korom óta, tehát 5 éve vagyok tagja a Vadvirág hagyományápoló körnek, és ez az 5 év alatt próbálom terjeszteni ezt a néptáncot. Vasárnap este a bácskai tamburásokból álló Pendergő zenekar húzta a talpalávalót, szerda este pedig az óbecsei Fokos zenekar lesz a táncház felelős. Bot József szegedi néptáncoktató szerint a szülők és az oktatók felelőssége, hogy a gyermekek megszeressék és űzzék a magyar hagyományokat. Olyan információáradat van, amiből nehéz kihámozni, hogy mi az, ami hagyományos, mi az, ami a saját lelkét építi, úgyhogy ez nem is a gyerek dolga igazából, felnőttek dolga, hogy arra fele terelgessék. Aztán a gyerek dolga az, hogy vagy megszereti, vagy nem, és hogyha megszerette, akkor viszi tovább. Ezt általában, hogy egyszer belelépett az ember ebbe a mocsárba, úgymond, abból nehéz kiszállni. A családias légkör és a barátság az, ami igazán motiválja évről évre a tábor létrejöttét. Komoly barátságok szövődtek ennyi idő alatt. Most jelen pillanatban már a többsége a résztvevőknek azok, akiknek a szülei is valamikor itt táboroztak, tehát nagy örömünkre szolgál, hogy sok gyermek talál motivációt itt nálunk. A 30 éves múltra visszatekintő Vadvirág hagyományápolókör egyébként egész évben arra törekszik, hogy a fiatalok tovább vigyék és egyben megőrizzék a magyar népzenei kultúrát.